Több százan vonultak Belgrád utcáira szerda este, hogy tiltakozzanak az állítólagos választási csalások ellen, és követeljék a december 17-i voksolás eredményének megsemmisítését. A tizedik napja tartó demonstrációt a Szerbia az erőszak ellen nevű ellenzéki koalíció szervezte, amely független nemzetközi vizsgálatot követel. Független nemzetközi bizottság felállítását fogjuk kérni az új választások kiírása érdekében. Ennek a bizottságnak feladata lenne kivizsgálni állításainkat, bár megfigyelők már támogatnak bennünket. Saját intézményeinknek és bíróságainknak lehetőségük nyílik arra, hogy igazságot szolgáltassanak, mondja a szervezet képviselője. Bár a demonstrációkat többnyire diáktüntetésnek nevezik, minden korosztály és réteg jelen van. Mint minden este most is azért vagyok itt, mert támogatom az 1000 éve tartó választási csalás elleni tiltakozást. Remélem sikerült tájékoztatni a nemzetközi közösséget, különösen Európát és az Egyesült Államokat a kialakult helyzetről, és bemutatni ezt az igazán abnormális szituációt, mondja egy tiltakozó. A belgrádi bíróság szerdán 30 napra előzetes letartóztatásba helyezett 4 embert, abból a 38-ból, akiket azért vettek őrizetbe, mert összecsaptak a rendfenntartókkal. Az ellenzék december 30-ára újabb tiltakozást hirdetett.